Egy nappal korábban elutazott a paksi találkozóra a Kisvárda, ami egy győzelme esetén már a bennmaradást ünnepelhette volna. Nem estek egymásnak a csapatok, az első jelentősebb eseményre a 37. percig kellett várni, akkor Grozav lövését ütötte ki a hazaiak kapusa. A 45. percben közel járt a gólhoz a Paks, egy jobboldali beadás után Kravchenko a gólvonalon állva fejelte ki a kapuba tartó labdát. Az 55. percben Ilics lőtt kapura, nagy azonban látványos vetődéssel hárított. A 63. percben Gosszonyi szabadrugását védte lábbal a hazai hálóőr. A 73. percben megszerezte a vezetést a Paks, Felipe rosszul mozdult ki egy előreívelt labdára, Könyves pedig kihasználta a lehetőséget. Mivel több találat már nem született, a Paks szerezte meg a számára bennmaradás jelentő 3 pontot, a kisvárdai szurkolók pedig tovább izgulhatnak. Nem játszottunk jó meccset, engem egy kicsit nem is a vereség, tehát Pakson ki lehet kapni 1-0-ra bárkinek, inkább a mutatott játékunk bosszant egy kicsit, mert úgy gondolom, hogy valami miatt nem voltunk elég dinamikusak, nem voltunk elég ötletesek, tehát inkább azt mondom, hogy egy picit enerváltabban futballozott a csapat. Ismertük a Paksnak a stílusát, tehát lassítja a játékot és keresi a lehetőségeket. Annyira nullás csapat, hogy hihetetlen, nem volt komoly helyzet egyik csapatnak sem, és mi hibáztunk egy nagyobb belső védőm, és a Felipe is megijedt, az kiindult, nem kellett volna, tehát elpöckölték előlük a labdát, aztán bement. Ez az egy góllal kikaptunk. Én úgy gondolom, hogy az egy pont is azért segített volna mindenféleképpen. Mindkét csapat meg akarta nyerni a mérkőzést, ez most egy kis szerencsével a Paksnak sikerült. A 32. forduló további eredményei a következők: Újpest Puskás Akadémia 0-1, Budapest Honvéd Diósgyőr 4-4, Molvidi FC MTK Budapest 4-2, Mezőkövesd Szombathely 1-0 és Ferencváros Debrecen 2-1. A tabellát a már bajnok Ferencváros vezeti 73 ponttal, megelőzve a 60 pontos Molvidi FC-t. A 35 pontos Kisvárda 9. helyen várja Mezőkövesd vasárnapi vendégjátékát.